A tolnai német nemzetiségi önkormányzat idén is kiírta a nemzetiségi oktatás népszerűsítő pályázatát. A felhívásra a tolnai oktatási intézmények, civil szervezetek és alapítványok jelentkezését várják. Írtunk ki pályázatot civil szervezeteknek, alapítványoknak, maximum 100 ezer forintot kaphatnak. Ezeket nemzetiségi tánc, ének, oktatásra, rendezvényekre, programokra lehet felhasználni, mindenképpen úgy, hogy a nemzetiségi megjelenjen benne. A tavalyi felhívásra kilencen adták be a pályázatukat, de a vírushelyzet miatt a legtöbb projekt még nem tudott létrejönni. Ezeket a nemzetiségi feladatokkal és ismeretekkel bővített programokat 2021. áprilisáig kell megvalósítani. Az idei pályázat beadási határideje szeptember 15-e. 2011-ben egy a német kormány által kiírt pályázaton nyert a Tolnai Polgármesteri Hivatal és a Tolnai Német Nemzetiségi Önkormányzat közösen egy kis buszt. A pályázatban előírt egyik feltétel az volt, hogy kilenc évig használják és üzemeltessék a járművet. Lejárt a fenntartási időszak, így a két önkormányzat úgy döntött, hogy értékesíti a 9 fős kis buszt. Erre nyílt pályázatot hirdettek meg, és az ebből származó bevételt nemzetiségi feladatokra fordítanák. A gépjármű értékesítésre augusztus 31-ig lehet beadni a pályázatot. Ez egy zárt, zárt borítékban kell az ajánlatokat, és minimum 3 millió forintért szeretnénk eladni a buszt. Úgyhogy várjuk a pályázatokat. Fülöp Mónika elnök kiemelte, hogy a 9 éves kisbuszban alig 38 ezer kilométer van, és a megvásárlásával nem csak egy kiváló állapotú gépjárműhöz jutnának hozzá, hanem támogatnák a német nemzetiségi önkormányzatot is.